A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket! A Fehérvári Beszélgetések vendége Varga Zalán, szerkesztő, riporter, műsorvezető. Köszöntelek a stúdióban. Szia Lóri, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nem tudom, jól mondtam, vagy kihagytam valamit? Olyan sokféle pozícióban. Én azt gondolom, hogy inkább túl sok volt. Tehát, hogy ennyi titulosom nincsen, maradjunk a rádiósnál. Jó, egy kicsit mesélsz arról, hogy mi mindennel is foglalkozol most, jelen pillanatban? Fú, biztos vagyok benne, hogy a nézők is szokták látni a híradót itt például a Fehérvár televízióban, vagy hallgatják a Vörös Marti rádiót, és akkor ott is szoktak hallani. Első körben rádiós hírszerkesztő vagyok, de aztán egyre többféle irányba elmozdult ez, és tévében is, online térben is, illetve a rádióban is találkozhatnak a nevemmel, meg esetleg a hangommal. Ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban most így hirtelen, hogy az átállás az hogy megy neked így a különböző felületek között? Mert azért ez egy kicsit megterhelő is lehet akár. Érdekes egyébként, mert azt gondolnánk, hogy mondjuk egy tévéhíradó vagy egy rádiós hírblokk az szinte azonos a szövegezésben, de teljesen más. Teljesen másképp kell megírni egy rádiós hírblokkot, mint egy tévés híradó anyagot. És én erre azt szoktam mondani, hogy van bennem egy kétállású kapcsoló, ami automatikusan át szokott kattanni, amikor éppen ahol vagyok. Ha a mikrofon elé ülök be a rádióban, akkor a rádiós állásba ugrik át ez a kapcsoló, hogyha meg a tévében vagyok, akkor meg a tévés állásba ugrik át. És azért kellett egy kis idő, amire mindenbe belejöttem, mert vannak olyan alapszabályok, amiknek meg kell felelni egy ilyen híranyag legyártásánál, megírásánál, de azt gondolom, hogy most már elég jó úton haladok ahhoz, hogy jó dolgot állítsak elő. Volt esetleg olyan, amikor nem tudtál így átállni, és hogy benne maradtál az előző vagy másik pozíciós szerepedben? Ez szerintem ilyen még nem fordult elő, mert jól működik ez a biztosíték. Mindig oda kapcsolódik, ahova kell. És szerintem, én azt gondolom, hogy nekem a szívem csücske a rádió. Ezt pont itt a tévében mondom most, ez így nagyon furcsa hangozhat, de amíg a világ addig nekem a rádiózás lesz a szívem csücske. Én kiskorom óta rádiós szerettem volna lenni, ezt szerettem volna csinálni, és nagyon imádom a mai napig, és imádni fogom az elkövetkezendő évtizedekben is, úgy gondolom. Na, ha már említetted a kiskorodat, erről többször beszélgettünk mi is amúgy, hogy mióta is van ez a szenvedély, pontosan mikor is kezdődött? Mi az első emléked? Elég régen, nagyon kicsi voltam, szerintem ilyen 10 év körüli lehettem, amikor jött egy olyan lehetőség, hogy egy országos kereskedelmi tévébe bemehettem, megnézhettem a híradót, hogy zajlik egy időjárás jelentés, felvétel, és még be is ülhettem a híradós asztalba, és ott a kis mini Varga Zalán ott ült, és mondta a híreket, hát még nem ilyen hangon, ami most van, hanem egy icipicit vékonyabb volt mutálás előtt. Elképesztő nagy élmény volt, és én ide datálom 10 éves koromra, amikor elkapott a hév, és én eldöntöttem, hogy én ezt szeretném csinálni. Mert előtte is voltak hasonló érdeklődéseim, ami így a hanggal, beszéddel kapcsolatos. Ezt most így elárulom, nagyon halkan megsúgva, hogy én vasútállomáson akartam lenni bemondó. De szerintem nagyon sok kisfiú, kislánynak ez vágya, hogy vonatokkal, meg villamosokkal, meg ilyen helyeken dolgozzon. És egyébként tudatalatt még mindig bennem van ez, hogy olyan szívesen lennék egyszer így állomásbemondó. De csak úgy a poén kedvéért egyszer kipróbálni. Minden esetre innen kezdődött 10 éves koromban, és akkor az volt, hogy mentünk haza tévéből, ahova bemehettem körbenézni, és az első útunk egy ilyen elektronikai üzletbe vezetett,
ahol megvettem életem első ilyen pár ezer forintos mikrofonját. És ezt bedugtam a számítógépbe, és elkezdtem próbálgatni. Elkezdtem utánozni hírszerkesztőket, rádiósokat, tévéhíradósokat, és szerintem innen indult el ez a szeretet, és az első években ilyen autodidakta módon próbáltam tanulgatni. Így a rádiózás alapjait, a tévézés alapjait, és itt volt az, amikor tényleg úgy azt éreztem, hogy na nekem ezt kell csinálnom. Szívből elhatároztad akkor. És utána mi volt a következő lépcsőfok? Utána pár évre rá egy országos rádióba is bemehettem körbenézni, abba a rádióba, ami nekem egyébként a kedvenc rádióm volt. Amin én felnőttem, amit szinte minden nap hallgattunk, mindenkit ismertem onnan hangról, és nagyon szerettem volna velük találkozni élőben is, hogy mégis a hangok mögött milyen ember található, fedezhető fel, és hogyan zajlik egy ilyen munkafolyamat, mert előtte én még nem jártam rádióban, és nem tudtam, hogy hogy működik, én csak otthon vettem föl a kis próba hírblokkjaimat a kis 2000 forintos mikrofonommal, de nem tudtam, hogy hogyan működik, meg hogy alapból hogyan kell ezt csinálni. És akkor ott volt az első alkalom, hogy megnézhettem, és akkor ott még tényleg az volt, hogy élőben olvasták a híreket, élőben beszélt a műsorvezető, és elképesztő élmény volt, ott jó pár órát eltölthettem, megnézhettem, hogy mik a munkafolyamatok egy országos rádióban, és mondanom sem kell, hogy innen. De akkora szerelem volt, és a mai napig annyira meghatározó napja az az életemnek, amikor én oda bemehettem, hogy én ennek köszönhetem szerintem, hogy most itt vagyok, és rádióban beszélek, és tényleg meg tudtam valósítani ezt az álmomat. És utána akkor célirányosan mondjuk, szóval hogy fejlődtél tovább? Gondolom iskolában volt suli rádió esetleg, vagy hogy kezdted el bontogatni a szárnyaidat ténylegesen? Igen. Én a Kistelekibe jártam, ott voltam általános suli is, és ott kaptam lehetőséget, hogy a suli rádiót csináljam. Hát nagyon kis kezdetleges volt, de szerintem általános suliban a suli rádiók azoknak nem kell világszínvonalúnak lenniük, úgy gondolom. És az is egy nagyon jó alap volt, és egy ilyen próbatétel volt számomra, mert mint ahogy mondjuk egy buliban se tud egy DJ mindig olyan zenéket játszani, mint amit mindenki szeret, úgy ott se tudtam olyan zenéket, meg olyan műsort csinálni, ami mindenkinek megfelelő volt. De ott bele tudtam kerülni egy olyan sávba, ami a legtöbb embernek megfelel. És itt volt az, hogy amikor megpróbáltam ebből a sávból kitérni, és próbálgattam, hogy még mi az, amit mondjuk elfogadnak, vagy szerethetnek, akkor már ugye kaptam a kritikákat, hogy mi ez Zalán, miért játszod ezt, valami jobbat toljál már be. És akkor itt kezdődött az, hogy megfelelni a hallgatóságnak, hogy olyat előállítani, amivel tényleg adok a hallgatóknak, nem csak az van, hogy zene szól, én ezt mindig vallottam, hogy zenét azt manapság bárki bármikor tud sajátot hallgatni, autóban, Spotify-on, YouTube Music-on, bármin. A rádió az azért van, hogy adjunk a hallgatónak. Kereskedelmi rádióban is, csak ott röviden, tömören. És itt kezdődött el a suli rádióban az, hogy én ehhez ragaszkodtam, hogy valami tartalmat én mondjak, és ne csak lejátszak egy szünetben négy zenét egymás után, hanem közötte tényleg legyen valami tartalom. És kaptam is érte a kritikákat, mert ugye voltak olyanok, akik zenét toljál, ne beszéljél, de ez egy nagyon jó tapasztalat volt. Ezekkel a kritikákkal hogy birkóztál meg? Nagyon nehezen először egyébként. Érzelmes típus vagyok egyébként, és magamra veszem. Akkor meg még jobban magamra vettem a negatív kritikákat, mert nem olyan formában kaptam, hogy az mondjuk nyomdafestéket tűrő legyen, hanem elég csúnyán, és nálam fiatalabbaktól is egyébként. És az volt a meglepő, hogy a nagyon kicsi alsótagozatosok odajöttek hozzám, és elkezdték szidni a rádiót.
De túllendültem ezeken, és csináltam, mert nekem ez volt a célom, ez volt az álmom, hogy én rádiós legyek. És biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan nem szerettek ott, nem szerették a suli rádiót, de voltak nagyon pozitív visszajelzések is, amiket azóta is megkapok, például ottani tanítóktól, tanároktól, akik nem is biztos, hogy tanítottak engem, de ugye is ismertek, hallgatták annó a suli rádiót, és akkor mondják, hogy már annó is milyen jó volt, amikor csináltad a suli rádiót Zalán. És ez nagyon jól esik. És mindig ellensúlyozza szerintem a pozitív dolog a negatívat, mert negatívat mindenki nagyon könnyen megformál, hogy mi ez a hulladék, amit hallgatunk, ez nagyon könnyen rámondja az ember. De amikor valaki pozitív kritikát fogalmaz meg, az szerintem sokszor annyit ér, mint egy negatív, és ez így tudja ellensúlyozni. És a suli rádió után mi következett? Mi volt a következő állomásod? Suli rádió után biztos vagyok benne, hogy a nézők, hallgatók is tudják, hogy van itt Fehérváron a Táska Rádió, ami egy külön arra specializálódott, hogy oda fiatalok oda mehetnek, rádiózhatnak, bontogathatják a szárnyukat, és akkor ott oda jelentkeztem, és kaptam lehetőséget Olerényi Tomitól és Winterdiától, hogy én ott pontogathassam a szárnyaimat. Biztos vagyok benne, hogy a kezdetben nagyon utáltak engem, mert volt egy ilyen casting folyamat, amikor ugye így az alapokat meg kellett tanulni, hogy hogyan kell vágni, hogyan kell mikrofonba beszélni, hogyan készítünk interjút, stb. És én kijelentettem, hogy én hírolvasó szeretnék lenni. Én nem szeretnék műsort vezetni, nem szeretnék beszélgetni, én hírszerkesztő szeretnék lenni. És mondták, de Zalán, előbb ezt meg kell. És kitartottam amellett, hogy én hírszerkesztő szeretnék lenni, és végül meg is engedték nekem, és tök jó volt, mert arra is kaptam lehetőséget, hogy én megírjam a saját hírblokkomat, ne csak felolvassam, és én azt gondolom, hogy ez is egy akkora ugródeszka, és akkora lehetőség volt számomra, hogy most ott tarthatok ahol, hogy elképesztő hálás vagyok a Táska Rádiónak, illetve Tomiéknak, Diáéknak, és hát utána következett egy online rádiós időszak, mert igazából úgy akkor még a konkrét szakmához annyira nem értettem, hanem csak úgy próbálkoztam, irogattam valamit, azt felolvastam, viszonylag talán hallgatható volt, és tovább akartam fejleszteni magam, és utána jött Németh Gábor, aki 2018-ban egy online rádiót indított itt Fehérváron, ugye a Fehérvár Rádió megszűnése után, és írtam egy üzenetet neki, hogy esetleg csatlakozhatnék-e, és akkor válaszolt nekem, hogy minden további nélkül persze, és akkor a régi a rádióban lettem hírszerkesztő, hírolvasó. És akkor ott már specifikusan fehérvári hírekkel foglalkoztam, fehérvári történéseket dolgoztam fel, és azért vagyok Gábornak hálás, mert szabad kezet adott nekem. És nem értettem hozzá egyáltalán, de mivel online rádió volt, ezért akkora tétje nem volt, hogyha elszúrok valamit. Az adással foglalkozhattam, szignálokat gyártottam, és tök alapszinten kezdőként, és támogatott benne. És ott a műsorvezetésbe is belekóstoltál a hírszerkesztés mellett? Hát... Vagy az később jött? Az később jött. Belekóstoltam, de ott még nem kellett volna. Ott maradnom kellett volna egyébként a híreknél, és azt maximumra fejleszteni. A műsorvezetés része az később jött, mert miután így a régi rádiós történet ez a végéhez ért. Hány évig tartottam úgy kb? Hát ez talán másfél-két év volt. És pont ugye a Covid időszak eleje is belelógott már szerintem, 2020 környékén, és talán lehet ezért is lett vége ennek a sztorinak. De indult egy spanyolországi magyar rádió, amit Tóth Brigitta, ugye volt Klassz FM-es hírszerkesztő, illetve a párja Vég Roland indítottak, aki szintén a Klassz FM-nél dolgozott, mint technikus. És most már elárulom, hogyha már így kimondtam, nekem a Klassz FM volt az a rádió, amit imádtam hallgatni, és nekem azóta is az a top,
azt szeretném elérni, hogy én olyan szinten legyek, mint az ottani hírszerkesztő, például Tóth Brigitta, akit én elképesztően nagyra tartok szakmailag. És ők voltak azok, akik foglalkoztak velem, és Brigittával írtuk a híreket, ő kijavította, hogy hogy írjam inkább, és ott is volt egy ilyen egy-másfél éves időszak, és utána következett a médiacentrumos időszak, amikor ide kerülhettem. És ezért is elképesztő hálás vagyok, mert szerintem 17 évesen, visszahallgatva mondjuk a 3 évvel ezelőtti énemet, én magamnak nem biztos, hogy bizalmat szavaztam volna, valljuk be őszintén, de az itteni vezetők láttak bennem fantáziát, és azt mondták, hogy hadd szóljon, gyere Zalán. És akkor kaphattam lehetőséget itt a Vörös Marti Rádióban. És itt hogy épült fel a karriered, az itteni karriered? Hogy mi volt az első, amit itt csináltál? Első körben én rádiós hírszerkesztőként jöttem ide, és először még ugye a gimi mellett, mert pont a gimi utolsó éve belelógott, és akkor még diákmunkásként voltam itt, gyakornokként gyakoroltam, de már adásba kerülhettem, és igazából innen indult, és mindenbe szerettem volna belekóstolni, ami rádiózás, mert én azt vallom, hogy a 21. században, főleg így már a 2020-as években, egy rádiósnak mindenhez is kell egy picit értenie. Picit a műsorvezetéshez, picit a háttérmunkához, a gyártáshoz, és a gyártás alatt így a szignálgyártás, az ilyesmit gondolok, hírek, hogyha kell. És én ezt szerettem volna magaménak tudni a tudást, és erre tudatosan rámentem, hogy olyan szakemberekkel beszéljek, olyan helyekre menjek, ahol el tudom lesni ezeket a dolgokat. És szerencsére nyitott ajtókra találtam, mert általában ahova bekopogtattam más rádiókba, hogy én szeretnék körbenézni, szeretnék egy picit tanulni, leülni a sarokba és csak figyelni, akkor általában szívesen fogadtak, és tudtam beszélgetni rádiósokkal, hírszerkesztőkkel, műsorvezetőkkel, és ez nagyban előre lendítette egyébként azt, hogy a tudásom tudjon gyarapodni. És a mai napig egyébként nagyon szeretek belesni máshova, és most már ugye erre úgy is lehetőség van, hogy közvetítik élőben a stúdiónak az élőképét, mert ugye ez régen nem volt, és most már a rádiókba is be lehet így lesni, és akkor meg lehet nézni, hogy akkor most a keverőpulton mit állít, hogyan kezeli, hogyan mondja, stb. És ez a mai napig egyébként tök izgalommal tölt el. És mennyire izgultál az első, mondjuk élő műsorvezetésed előtt? Azt hogy élted meg? Én nagyon élő párti vagyok. Én azt gondolom, hogy a rádiózás varázsa az élő adásban rejlik. Nagyon sok, akár országos rádió is van, ahol előre fölveszik a megszólalásokat, előre fölveszik a híreket, akár mondjuk otthonról, otthon beállítja a mikrofonját, a hírszerkesztő felmondja, berakja, és csak annak, hogy nincsen varázsa. Én azt gondolom, hogy ha ott vagy a többiek között, együtt a hírszerkesztő műsorvezető egy stúdióban, akár van átadás, átvétel, beszélgetés a kettőjük között, az elképesztően fel tudja dobni a műsort, és én azt gondolom, hogy az élőadásnak megvan az a varázsa, hogy a hallgatók nem biztos, hogy rájönnek, vagy tudatosan tudják, hogy hú, ez most akkor felvétel, vagy ez most akkor élő, de tudat alatt érzik. És egy rádióban az érzet a legfontosabb, azt gondolom. És hogyha egy műsorvezető fölveszi előre a megszólalását, és azt mondja, hogy milyen szépen süt a nap ma, ugye? Mert a meteorológusok azt mondták, és lehet 2 órával azelőtt, amikor fölvette ezt a megszólalást, akkor még tényleg sütött a nap, de közben lehet eleredt az eső. És akkor a hallgató vezeti az autóját, éppen hallgatja a rádiót, megy az ablaktörlő, mert szakad az eső, és akkor a műsorvezető azt mondja, hogy milyen szépen süt a nap, ugye? És az úgy elveszi a rádiózásnak a varázsát, ezért vallom azt, hogy az élőadás nagyon fontos, mert aktuális tudok lenni. Bármi történik, azt rögtön be tudom mondani, tényleg. És a hírekben is ez a jó. És visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy az első élőadásom előtt mennyire izgultam,
Anno az online rádiós időszakban ott tudtam próbálgatni az élőadást. És ott annyira nem volt tétje, és amikor már ide kerültem a Vörösmarty rádióba, akkor már én úgy álltam például Romhány Anikó a rádió vezetője elé, hogy én nagyon szívesen mondanék élőben híreket. És akkor ugye megvannak az alapszabályok, hogy hány perc legyen, mennyi tartalom legyen benne, stb. Azt mondta, hogy ha ennek megfelelek, meg annyi hírt szedek össze, amennyi mondjuk 3 perc megvan minimum, akkor hadd szóljon. És szerintem 2 hónappal az ide kerülésem után beültem a stúdióba, és emlékszem, Palkó Zsuzsi volt, Palkó Zsuzsi kolléganőnk volt adásban, és beültem mellé, és akkor mondtam neki, hogy hát Zsuzsi, akkor most élőben a hírek, hadd szóljon. És oda mentem a kis papírkámmal, és akkor megtörtént. És persze, hogy nagyon-nagyon-nagyon izgul először az ember. Én emlékszem, az első élő hírblokkom előtt fogtam a papírt, és annyira remegett a kezem, hogy azért volt, hogy egy szót nem tudtam elolvasni, mert annyira remegett a kezem, hogy nem tudtam elolvasni a papírt. Izgalom az szerintem mindig minden élőadás előtt benne van mindenkiben, azokban is, akik már mondjuk több évet csinálják. Mert van egy ilyen mondás a médiában, rádiósok, tévések között, hogy amikor már nincs meg ez az izgalom az élőadás előtt, legalább egy minimális izgalom, akkor kell abba hagyni. Szóval mindig, én remélem, hogy minél tovább kitart ez az izgalmas időszak, amikor még izgulok az élőadások előtt. Most egy pici váltás, és mennyire volt nehéz belerázódni a tévézés világába? Ott ugye nem csak a hangod hallják a nézők, hanem téged is látnak. Kulisszatitkot árulok el, most amikor beültünk ide a stúdióba, ilyen akasztják a hóhért érzésem volt, mert híradóban voltam, de hát ez ugye szinte egybevág, mert én nekem a hírek terep, vagy a hírek az a terep, amiben én otthonosan mozgok. Viszont most egy ilyen beszélgetős műsornál azért volt bennem némi izgalom, és át kellett rázódnom, hogy hú, hogy most melyik profilom, hova fordulok, melyik kamera? Bele kell rázódni természetesen, mint ahogy szerintem minden munkakörben. Pincérek között szoktam hallani, hogy nem születik mindenki tálcával a kezében. Senki nem születik mikrofonnal a kezében, senki nem születik kamerával az arca előtt. Bele kell rázódni. És ez szerintem egy hosszú folyamat. Én azt vallom, hogy a rádiózás is, meg a tévézés is egy élethosszig tartó tanulás. Nincs két ugyanolyan nap, nincs két ugyanolyan forgatás, nincs két ugyanolyan hírblokk mondjuk a rádióban. Mindig más történik, és én ezért is szeretem nagyon ezt a médiás munkakört, mert hogy minden nap más, és minden nap valami új inger ér, amibe bele kell rázódni, és amihez azonosulni kell, vagy amit... ami megpróbáltatás elé állít. Igen, igen. Még egy rövidke kérdést szeretnék feltenni neked a műsor végére, hogy mit tartogat számodra a jövő? Hol látod magad 5, esetleg 10 év múlva? Ez nagyon nehéz megmondani egyébként. Vannak nagyon sokan, akik már haltatják például a rádiózást. És azt mondják, hogy hát a rádiózásnak 1-2 éve van hátra, és akkor utána viszontlátásra. Én nagyon bizakodó vagyok. Meg kell újulni. És én azt vallom, hogy ha új szint viszünk mindig, akár a rádiózásba, akár a tévézéssel kapcsolatban nem merek ilyen nyíltan beszélni, mert igazából abban annyira nem vagyok otthonos, de a rádióval kapcsolatban én tényleg azt vallom, hogy az újításban van a kulcs. Hogy vannak nagyon hosszú évek, évtizedek óta való berögződések, és én is érzem magamon, hogy vannak olyanok, amiket hallottam egy másik műsorvezetőtől, és azt átvettem, és mondjuk azt folyamatosan alkalmazom, de nem tudok tőle megszabadulni egy szófordulat, egy mondjuk ilyen, most ódivatú szót használok rá, de egy ódivatú szófordulat, amitől tök jó lenne megszabadulni, és valami újítást hozni. De ezt gondolom, hogy a szignálokban, és abban van a jövő, hogyha újat tudunk alkotni. És én ezen vagyok, nekem ez úgy érzem, ez a küldetésem, és én ezt szeretném véghez vinni, hogy,
hogy tényleg a hallgatók is hallják, hogy na, ez valami szokatlan, ez valami új. És ehhez egy teljes csapatmunkára van szükség, egy teljes összefogásra van szükség a rádiósok között. És ennek a megteremtése az én célom egyébként a jövőben, és én azt gondolom, hogy ha ez megvan, akkor a rádiózásnak nem évei, hanem akár még évtizedei vannak, és én itt látom a jövőmet. Hát köszönjük, hogy a vendégünk voltál. Én köszönöm. A Fehérvári Beszélgetések vendége Varga Zalán volt, szerkesztő, riporter, műsorvezető. Köszönjük a figyelmüket, a viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.